Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, és megnézzük az ő szív üzenetét. Mi az, amit közöl veled, és mi az, amiről hallgat? Először is megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Az ő jelenlegi helyzetében megjelennek az egerek. És ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Valamit elveszít. Elveszíti a munkáját, vagy fél attól, hogy elveszít téged. Van veszteség. Néha az egerek segíteni tudnak, hiszen negatív dolgokat is el tudnak távolítani. Például egy rossz kapcsolatot, vagy a félelmeket. Most megnézzük az ő gondolatait. Itt a gondolatában megjelenik a kutya. Ez lehet egy házi állat is, kutya, esetleg egy cica. Amit a kutya még szimbolizál, ez a hűség. Hogy fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, és bízik abban, hogy hűséges vagy. A kutya jelentheti a baráti kört is, lehet, hogy ott távolítanak el az egerek valamit, mert lezár bizonyos baráti kapcsolatokat. Az ő érzelmei. A kulcs jelenti az ő magabiztonságát, biztos abban, hogy hűségesen vársz rá. A kulccsal le tud zárni valamit, például hamis barátságokat vagy félelmeket. Egyúttal a kulccsal ki tud nyitni valamit, hiszen nyitott egy barátságra, nyitott egy párkapcsolatra. Mit közöl veled? Itt tudásról, tanulásról van szó. De a könyvek azt is jelenthetik, hogy vagy ő zárkózott, vagy ő úgy gondolja, hogy te vagy zárkózott, esetleg arra gondol, hogy te eltitkolsz előle valamit. Mi az, amit szeretne kifejezni, de nem mondja ki? A csillagok szerencsét hoznak. Tehát ő boldog veled. Az is lehet, hogy érdekli a spirituális terület, tanulni akar valamit, esetleg tanulni akar tőled, de ezt nem mondja ki, nem dicsérget téged. Hogy lát téged? Itt megjelenik a horgony, és jelenti a biztonság érzetét. Ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy számodra fontos a biztonság érzete, vagy ő úgy gondolja, hogy ő nálad megtalálta a helyét, ahol ő le tud horgonyozni. A horgony az lehet a munka, a hivatás is. Itt van a tudás, a tanulás, a továbbképzés, a spirituális terület, a munka. Lehet, hogy ez is érdekli, vagy tervezi azt, hogy veled együtt akar dolgozni, vagy veled együtt egy könyvet írni, azt megjelentetni a nyilvánosságot. Mi fűz össze benneteket? A virágcsokor. Ez a te szépséged, ez a te nőiességed, ez lehet egy szép környezet, jelenti a szerencsét, az ajándékot, hogy te egy ajándék vagy számára.
és úgy érzi, hogy mindez meg van írva a csillagokban, vagy ő akar megajándékozni téged. És ez volt az ő szív üzenete jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Azon kívül örülnék annak, ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Rám.